Az Andrásnapi vására közhiedelemmel ellentétben nem az András névnaphoz kötődik, nagyon komoly egyházi gyökerekkel bír. A búcsú és a vidám időtöltés a zajos forgatagban tulajdonképpen egyházi értelemben egy lelki megújhodás örömünnepe. Komáromban jelesül azé, hogy Szitovszky János, egykori bíboros, esztergomi érsek 1860. október 28-án szentelte újra a Szent András Bazilikát, mely 1848. szeptember 17-én sérült meg egy tűzvészben. A bíboros úgy rendelkezett, hogy a következő 8 napot is kötelező megünnepelni, így a vásárra kijelölt hétvége minden évben a mai bazilika és a bűnbocsánat, valamint a megújhodás örömünnepe. A gyakorló hívek azok tudják, tudták is, és az egyház minden éven több alkalommal is ezt szorgalmazza, hogy hisz ez lényege az a vallási életünknek, hiszen az Úr Jézus éppen azért lett emberré, hogy bennünket megváltson, megszabadítson a bűnöktől. És a maga a vásár és az ezzel járó öröm, ez ebből fakad, hogy van lehetőség a szabadságra, megszabadulhatunk a bűnöktől, és a maga a vásár is ezt az örömet fejezi ki. Azért rendeztek nagy vásárokat, tehát ringispilleket, ugye, hogy azt a belső örömet külsőleg is, a család körében is, a barátok körében is megélték az emberek. Több ezren látogattak ki az erőd mellett megrendezett vásárba. A család apraja és nagyja mindenki megtalálhatta az ínyére való eledelt vagy tetszetős portékát. 7 országból érkeztek eladók, de vannak olyan visszatérők is, mint például a perui zenészek, vagy Olaszországból egy kerámia készítő. Több mint 247-250 körüli eladó van itt jelen pillanatban az Andrásnapi vásárba. Azt hiszem, hogy aki eljön, ebből megjegyezném, hogy például 75 kézműves. Tehát abban az irányba is próbáljuk. Megvannak a megszokott vásári portékák, amit sokan elvárnak, ugyanakkor a minőség abba az irányba is mutat, hogy sok kézműves terméket is lehet vásárolni. Kereskedőként szolgált a székelyföldi kerámiát Molnos Sándor, aki tapasztalt vásárosként azt mondja, ki nem hagyná az andrásnapi forgatagot a hamisítatlan hangulat miatt. Korondról jön minden évben, és ilyenkor minden évben visz haza olyan terméket, amit csak Szlovákiában lel fel. Örülünk, hogy szerencsésen ideértünk, vágytunk, hogy idejöjjünk, nagyon sok jó barát, ismerős, meg barát lett, sok jó barát lett. Értékelik a dolgainkat, amit hozunk, korondról vagyunk, korondi kerámiával, sok visszatérő vevő van, meg itt jó telik, jó sok ismerősök, szívesen fogadnak, szívesen látnak. Új színfoltja volt a vásárnak az, hogy egy civil szervezet a városvezetéssel karöltve vállalkozott arra, hogy a környezettudatos hulladékgazdálkodással járó szemléletet népszerűsíti. A most itt keletkezett szemetet is már szelektálva, szétválogatva dobhatják ki a lakosok. A Kompakt nevű civil szervezet hetekkel ezelőtt alakult meg határozott célokkal. A vásárban a hulladékmentes életmódról, a hulladék szelektálásáról, a komposztálásról tájékoztatták a vásárra érkezőket a városi hivatal szakembereivel karöltve. A hulladék szelektálás természetesen működik, de sajnos nagyon sokszor találkoznak a telepeken azzal a jelenséggel, hogy az emberek mindent beleöntenek a hulladék szelektáló kukákba, ezért is gondoltuk úgy, hogy ez a fő célunk most ezzel a sátorral, és hogy válaszolunk ezekre a kérdésekre, mert igazából fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk az embereket arról, hogy egyszerűen mit, hova dobjanak, és hogy amit odadobnak, az milyen állapotú legyen, hogy utána végül is ne szemétként vegyen részt a körforgásban, hanem nyersanyagként. Már nem fogadja vásári hangzavar a várhoz érkezőket, és a vásártér is tiszta. Jövőre folytatják a szervezők, akik szerint a rendezvény már túlnőtt a keretein, így egy más helyszín lehetőségét is felvetették. Komárom nemrég újra választott városi képviselője, aki a hírek szerint az alpolgármesteri szék várományosa, egyenesen a várfalak közé vinné a vásárt. A véleményét a legtöbb kommentelő támogatja.